Sziasztok! Ákos vagyok, és folytatjuk a Just Cause 2 VR-t. Lehet, hogy ez lesz az utolsó, ez az utolsó. Szerintem a csótányosat az biztos nem. Viszont szerintem a kaszás. Én a kaszás mellé járok, mert őket bírtam legjobban, ha bár nincsen meg az összes küldetésük. Viszont őket bírom a legjobban, plusz ők vannak a legközelebb kb. Igen. Úgyhogy én a kaszásokhoz megyek szerintem, mert egy az a csaj az az jó fej. Ők nem a legdurvábbak. Az ulláfiuk és a, hát a csótányok szerintem egyébként a legdurvábbak. Viszont a... az ulláfiuk azok nekem nem jönnek be. Viszont a kaszásokkal tudok a legjobban azonosulni, úgyhogy szerintem most kaszások, megkérjük a csajt, hogy segítsen nekünk, biztos, hogy segítél fog, szerintem nem tudok, hanem a lakosai úr is. És persze, hogy ezt kipartoltam le. Tökélt. Crap, I can't get a cup!
Nem, oda. Istenem. Nem tudunk átmenni a falon. Persze. De azért a kocsik át tudnak menni egyébként a másik kocsin. Scorpio! Lead our glorious revolutionaries on! Hogy lehet, hogy sötán növekedem az meg? Szerintem ez egy gali. Nem tudom. Jó. Szóval ez egy kábel, mint a erőt foglalás egyébként. Csak nagyobb szerintem. Mit csinál? Bolo is sending an engineer to access the panel. Stand by. Yes, the engineer is in position, ready to access the panel. Csodás. Gyere, mindjárt megöljük a Mr. Baby Panels. És akkor valaki meg fog halni, gyerekek. Now you're gonna die! Bye. Na. Yeah.
Jó, akkor ezt összeszedjük. Nincs itt el, akkor dobjunk el még egyet. Egy. Persze, hogy egy még mindig van. Itt lesz három szépen. Érkezik egy műnök. Ja, majd akkor érkezik, amikor én széjjel pusztítottam ezt a foszt. Ez viszont egy durva. Egy most mondom az egyik. Nem mondok, hogy nem tartom. Tudom. És itt hallom, jól van. És elindult. You know, I can't shake the feeling that Pané is trying to make up for something. Jó van, mire. Ott a bejárati panel. Feljutunk, bejutnak. Vége. Diktátornak a rejtekhelyével, rejtekhelyéből, és hát már csak az van, hogy jól megyünk ezt a köcsögöt. Úgyhogy itt a bejelent van. Okay, you ready, engineers and eggheads? 3, 2, 1, and access! That guy should floss more often. Now, Scorpio, find the little evil elf Pané and cut him down. Okay, now for the leprechaun. Quiet places. They always creep me out. As a central you. Hey. Oh la la. Bocsi, megjöttem. Thank you.
csak tesóval. Don't take no passengers. Use the panel in the center of the dome to open the mouth gate and get out. Hogy nem lőttem át? Az meg a bucs. Gyere, fel a lábától rá. Talán már el. Tomzó. Elbuktam. Ez mi a szar volt? Ez mi a fos volt? The dome is set to self-destruct. All personnel, evacuate the area. Self-destruct sequence initiated. All personnel must clear the area. The facility will self-destruct. Ezer kis káoszt kaptunk. Csóta. Understand politics. Mindegy, kapjuk őket, és
megszorongatjuk a tökeit. Ahogyan szokták mondani. Bárhogy miért mondják, azt én se tudom, de... Nyugalom! Leszedjük őket a francba. Ott az olajmező. Nukleáris mező. Gyerekek! Ebből maradjatok, gyerekek lesz. Fú, de szar volt ez. Na mindegy. Annyira imádom, mikor azért halok meg, mert egy nincs lőszer, kettő meg, ez egy szar. Oh. Istenem. Belérzem, hogy ezen szarakodni fogunk. Oh, Isten, akkor újra itt vagyunk. Nem tudom, most az összeset elpusztítottam. Ne, ne álljál föl!
parázsoltam. Rohadt élet. De mit ron? Elnézte a rohadt élet. De nem lehet eltalálni. Istenem. Matero, I cannot die. Thank you.
ezt? Ki gondolta volna? De egy 21 rész alatt sikerült megnézni a játékot, Avalanche Studio játékát. Akkor kezdjük is el, ahogyan szoktam. Egyrészt a játék maga történetileg, hát szerintem nem volt akkor olyan durranás, de mégis úgy jó volt. A grafika. A grafika, ez ha jól tudom, 2011-es talán. Az a baj, hogy folyamatos a 2011-es játékot mondok. De ez ha jól tudom az, és ahhoz képest viszont nagyon-nagyon szép. Ez a játék még máig megállna a helyét szerintem. Jó, azért kellene egy kis tupírozás, de egyébként meg szerintem gyönyörű. Hangok és a minden hang és szinkron hang szerintem nagyon jó volt. Maga a fegyverek, a autók hangja, a motorok hangja, ezek tök jók voltak. A zenék is nagyon jó volt, nagyon tetszettek. Aztán irányítás. Azzal már voltak egy pár gondok. Egyrészt az autók irányítása, az valami olyan borzalmasan rossz volt, mint az előző részben volt talán, hogy úgy csúsztam, mint az állat. És borzasztó volt a kocsi irányítása, a motoroké is, egyedül a Max a helikoptereké volt jó szerintem, de egyébként nem azok se. De maga a játék, és most akkor jön a játékmenet szerintem rohadt jó volt, rohadt izgalmas, robbanások, Steven Spielberg megírjelni, és hát igen, maga Rico karakterével tudtam azonosulni, tetszett ez a kettős ünnökös dolog. Mert természetesen mindenki szeretett volna kettős ünnök lenni, még kiskorában gondolom. És hát hogy jöjjenek akkor egyébként a negatívumok. Egyrészt a játék fizikája. A játék fizikája valami borzalmi. Jó, mindegy. Mi az, hogy született baba? De jó arcok, berakták azokat, kik születtek, miközben nem tudom, ez mi tényleg tök jó. Viszont, ugye borzasztó a fizikája, szóval neki mentem egy korlátnak autóval, és a 360, két, három, nem, kétszer 360 fokot megtett, és 720 fokot, és borzasztóan, hogy repülhetett ennyire, meg hogy egy motorral feldöntöttem egy kamiont. Egy kamiont, embere! Az what? Aztán viszont ez szerencsére a harmadik résznél jobb lett a fizikai, nagyon-nagyon jó lett ott viszont. Láttam is. Úgyhogy ezt kijavították, úgyhogy semmi gond. A bugok. A bugokból nagyon-nagyon sok van. És túl sok is. Szerintem van olyan, amik vicces. Egyetlen nem gátolja, viszont rohadtul zavar. Hogy egyrészt a fegyvert nem veszi elő, mikor... Vagy amikor én célozni próbálok, akkor a csávókám nem veszi elő. Csak hogyha lövök egyet. Akkor előveszi. De hogy ez mi? Azt nem értem. Ez szerintem borzasztó rossz. A másik az a fejlövés. Hogy nem adta be. Nem, borzasztó volt szerintem. Viszont itt nézzük a cuccokat. Egyrészt 13 órát játszottunk el. Természetesen ez levonhatva. Abból ugye nem ennyi volt a videóban. Minőség küldetés 7, frakció küldetés 40, vagyis összesen 9 küldetés hiányzik. Erődítményfoglás ugye az összes megvan, kihívás 3-at csináltam helyett. 98-at fedeztem fel 4-et. Teljesítettem elfárás, tehát 285-et, ami azért sok. Sok frakció tárgyakhoz 6, kevés. Vip panel
szóval lepusztítva a 10 000-es meggyilkolva 6, és ugye maga az az egész az 3, hát olyan 29%. Nyomj entert a gyereket a zsoldos módot. Mi az a zsoldos mód? Egyébként ha esetleg még a frakció küldetések megmaradtak, az a néhány, amit nem tudtunk végigvinni, akkor én azt mondom, hogy azokat még visszük, mercenary mode. Gratulálok, sikeresen teljesített Just Cause 2-ját, azonban egy csomó elvégzendő dolog van még panelon. A zsoldos módon a világra játszott el, nincs történet, csak káosz. Folytasd a küldetések teljesítését és a káosz okozását, hogy próbáld meg növelni a 100%-os teljesítést, el tudod élni a 100%-ot. El tudom, csak nem fogom. Viszont ahogy látom, még megmaradtak a küldetések, úgyhogy még lesz egy pár ilyen plusz rész. Hát ugye 9 küldetés az azt jelenti, hogy hatot megcsinálok kb. És készen is vagyunk, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok ennél a Just Cause 2 és végigjátszásnál. Legközelebb találkozni fogunk egy taktika FPS-en, ami az Operation Flashpoint Dragon Rising névre hallgat, és hát eléggé felhúztam magamat régebben, mikor játszottam, mert nem vittem végig, úgyhogy velem együtt végigvisszük természetesen, és nem is húzzuk a szót, mert már szerintem 3-4 órás a videó, úgyhogy ennyi lehet volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!